الشيخ يسوس كريستوس حاضر يتام زولت سنجد ودايا لات أتوك كريستوس تشتيت بطوبيا سنجد طوال طوماز ألوب مبول أحد سولوك نكس لابوال طاند نيسي كريستو بداوت سنترا فلفونت ودايا كن لات أتوك شو دالو زوبي دوتي باني شو رمي مونتان يشو وزوم لات أتوك سيزانيو كيتكي بان Szüdébazéles Kőzseti Jézussal, Magyarország szülőnapján. Hát itt elég érvek hozzá a kezem. Nem tudtam, hogy jó lett volna hamarabb jönni. Valamikor még ezt szeretném közelül le videózni, ilyen fél hét körül, amikor tényleg nyugodtan lehet teljes csendben, hogy nagyon csodálkozni láthatunk, hogy megmozdulni a kezem. Nagyon nagy mozgással most is láthatok, nem is hátul, a fülben, de szentségnyilvános van köszönöm. Édes kérdett Jézusban is. Sokan is szűznek a templomok, ahol lehet olyan zavarja a híveket, ahol beszélünk, de lehet, hogy csendben tényleg hallatszódik, és az édes kérdett Jézus ezen is megmozdul. Most nagyon nagy csodát láthatunk. Ja, elkezdtem fotózni egy fotó, szín és fény csodákat láthatunk. Szentségválás alatt is a kegyképen és a Krisztus testét formulált megmozdulnak a kegyképen. Nagyon nagy csoda. Ez lehet a címe is, a Jézus Szent Szívének kegyelmi ajándékai Facebook csoportba. Kapcsolódjatok be. Ott írhatom le Jézus és az angyalok rám bízott üzeneteit, mert a betegségeimből való gyógyulásra mondta Jézus és az angyalok bíznak rám üzeneteket. Tavaly 2023 júniusa óta a Újítsd meg a csodáját konferenciában, úgy szépen volt a katolikus konferencia. Ám már itt a Kövi Szűz Mária templomban vagyok, magyarok nagyasszony napján, és a miségről szentségimádásokról írt rám, az önt is olvassátok el a csoportban. A miség szentségimádások kegyelmi ajándékai megkapjátok az ezeknél való részvétel, misén szentségimádásokról részvételnél is. Tehát már nem számít bűnnek, az édes Isten Jézuska keze megint mozog, hogy nem számít bűnnek, ha nem vesztek részt rajta, ezt is elmondhatom rám bízott üzenetben, és nagyon sok egyhez a csodát is, hogy Jézus rám bízott, Szent Ráfáltan csodaként, hogy ezeket, aki hallja, olvassa, higgyen abban, amiket elmondhatok, átadhatok, leírhatok. Jézus és az angyalok rám bízott üzeneteként, így a szentmiségről, a szentségimádásokról, a szentnyúlásokról, imádságainkról is. Megkapjuk az imádságaink, megkapjátok az imádságok kegyelmi ajándékait, azok elmondása nélkül is, a rózsafüzérek kegyelmi ajándékait is, azok elmondása nélkül is, édes kisded Jézuska keze, mintha a vezényelne, itt a gitáros zenére énekre. Szentségimádás alatt mondom ezeket, és nagyon sok gyógyulásaimat Jézus és Szent Ráfáltól adták meg. El is láthatom, most nem tudtam annyira, jó lenne majd tényleg külön fölve, nagyon sok fénycsát kaphatunk, de hát a szőnyag keze nagyon, nagyon nagy mozgásokat tesz, Szent Ráfáltól anya adja ezt meg nekünk, és még az oltári szentség tartója is már táncol az oltári szentségnek a szín és fény csodákat látod, az oltári szentségnek a ágai, kívül ágai. Igen, lehet, hogy ezért hangosan veszek, lehet, hogy leszem, és nagyon sok csodát láthatunk itt, ámen, halleluja. És a Jézus a videó alatti részt is olvassátok el, amit aláírok. Mindenképpen az ott a linkekre kattintsatok rá, és ott olvassátok, és a Jézus Szent Szívének kegyelmi ajándékai Facebook csoportba kapcsoljatok be. Amen. Halleluja. Itt írom le. Jézus és
az angyalok rám bízott üzeneteit. Amen. Itt írom le Jézus és az angyalok rám bízott üzeneteit. Közben még csodát láthatunk. Aranylom lett a kép. Most még fehér fénycsoda látható volt. Szent Rafael fölnő csodájaként is a, tehát a kegyképen mozgást láthatunk, mozgást, változást. A szüzanya keze mozog, és az édes kisdegyén is a lába is mozog, keze lábai mozognak. Nagyon nagy csodát láthatunk, ezt egyházi csodáig nevezhetjük, és Jézus rám bízott csodájaként vehetem fel ezeket, hogy higgyetek azokon, amiket elmondok rám bízott üzenetekben, Jézus és az angyalok rám bízott üzenetében, és amiket Jézus és az angyalok bíznak rám, amiket leírhatok ebben a Jézus Szent Szívének kegyelmi ajándékai Facebook csoportban. Amen. Alleluja. Táncolni láthatjuk a szűzanyát az édes kisded Jézuskával, a lábát a szűzanya kezét, és az édes kisded Jézuska lábát a szűzanya kezét, szűzanya ülében lévő édes kisded Jézuskát a szűzanyával, és a koronáikat is láthatjuk forogni. Szent Rafael, ő angyal, az egészséget felül is kajancsolálja.